mások, hogyha az igényéről olvasom. Remélem el tudjátok mondani kívülről úgy, mint én. Az első verset. Látszom? Jó, köszönöm. Tehát zsidókhoz írt levél 11. fejezet első verse. A hit pedig a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Testvéreim, 53 éves vagyok, és a kedvenc könyvem C.B. Hines testvérünknek az Isten küldött egy ember című könyve. Remélem mindjárt olvastátok. Kinek nem volt szerencséje még. Ez egy alapmű. Kérlek benneteket, olvassátok el. Isten élet alakító munkájának egy olyan hihetetlen leírása és egy olyan elemzés József életéről, ismered a József történetet, ugye a Bibliából? Fantasztikus. Amit mindenképpen el kell olvasni a mindenkinek. Fantasztikus könyv. Majd látni fogjátok, hogy össze is kapcsolódik valamelyest az életutammal, amit megértem. Talán gyermekkoromban kezdeném. A gyermekségem, mint édesapámat is láttátok már, úgy tudom, hogy volt itt kétszer volt közöttetek. 50 éves múltra tekint vissza a lelkészi szolgálata, és ha hívő emberre kell gondolnom, aki úgy él, mint ahogy a nagykönyvben megvan írva, akkor az ő. Mit láttam az életében? Nem mindig volt a lelkészi szolgálatnak a munkatársa, hanem voltak olyan időszakok, amikor úgy élt, mint minden más ember. Dolgozott reggel, fölkelt, 6 órára dolgozni járt, mindazonáltal nem láttam olyan napot az életében, amikor a reggeli imádság és a reggeli ige olvasás elmaradt volna. Nem csak lelkészként, hanem mindennapi munkában dolgozó emberként. Már a vendéglátóimnak elmondtam, hogy hogyan fegyelmezett bennünket annak idején. Egy öcsém van, aki 3 évvel fiatalabb, mint én, és két közeli testvér között elég sűrűk a villongások, a bunyó, verekedés, hajtépés az nem volt, mert nem lányok voltunk, de kemény dolgokat éltünk át. De nagyon szerettük egymást, nagyon jó testvérek voltunk, és ez nem kevéssé édesapám nevelési módszerének volt köszönhető, ugyanis soha nem láttam düböl fenyíteni. Soha. Hogy csinálta ezt? Amikor valamilyen csíntevés vagy valamilyen rosszalkodás volt, akár egymással szemben, akkor azt kérte, hogy menjünk el és hozzuk a lomtárból a vesszőt. Be volt állítva az ajtó sarkába, ez egy ilyen vékony, elég jó csípős vessző volt, és szerintem, még ezt nem árult el, pedig már néhány éve beszélgetünk erről, hogy ilyenkor az is elküldés arra volt-e jó, hogy addig lehiglat. És onnantól kezdve teljesen higgadtan és megfontoltan beszélte meg velünk az éppen aktuális helyzetet. Minket kért arra, hogy ítéljük meg a cselekedet súlyosságát, és ítéljük meg, hogy egy vagy két ütés jár-e ezért. És hát egymást is néztük az öcsémmel, meghoztuk a döntést, és apánk egyet ráhúzott. Ha nagyon, az már nagyon súlyos volt a kettő. De mi voltunk azok, akik meghoztuk az ítéletet önmagunk felett. Megtárgyalta velünk, hogy fiam, belátod-e, hogy ez helytelen volt? Tényleg büntetésre érte, és teljesen így működött. És ami még fantasztikus volt, el is mondtam a testvéreknek, hogy arra bátorított bennünket, hogy vállaljuk a tetteinkért a felelősséget. Ez két testvér között hogyan valósulhat meg? Általában az szokott működni a testvérek között, hogy nem én voltam, hanem ő volt. Emlékeztek az ádámi, évai helyzetre is, amikor vétekbe estek a szüleik, akkor ők is rögtön egymást, sőt a jó Istent hibáztatták a fennálló helyzetért. Nos, apánk azt tanította meg nekünk, hogy vállaljuk azt, hogy mit csináltuk. Úgyhogy amikor nem egy esetben volt, hogy úgy látták szülőként, hogy a tesóm hibázott, vagy én hibáztam, de a másik volt a vétkes, akkor az jelentkezett, hogy apa, ne őt büntess, mert én vagyok a felelős. Úgyhogy ez egy egészen fantasztikus dolog volt, úgyhogy ajánlom azoknak, akik még kicsit gyermeket nevelnek, hogy ezt a módszert érdemes alkalmazni, nem düböl fenyítve,
hanem a gyerekre meghagy, a gyereknek meghagyva a saját maga feletti ítélkezés lehetőségét. Ez a komoly hitélet, amit édesapámnál láttam, azt eredményezte, hogy én magam is komolyan tudtam venni Isten üzenetét, és 12 éves koromra elolvastam az összes nagy vágykönyvet, tudjátok, a nagy ötös sorozatot. 12 évesen. És édesanyám azt mondta, amikor aztán később 18 éves korom környékén keresztségre adtam a fejem, hogy fiam, 12 évesen keresztelhetőbb állapotban voltál, mint 18 évesen. Mert 18 évesen azért elmondtam anyámnak, amikor megkérdezte, hogy fiam, úgy érzed, hogy én vagyok a legfőbb ellenséged? Mi volt a válasz? Igen. Pontosan. És nagyon-nagyon szép idők voltak. Édesapámmal jártam evangelizációs sorozatokra, amikor ő tartotta az ige hirdetéseket, láttam az emberekért való fáradozását. És abban az időben, akik éltetek Magyarországon, tudjátok meg, szerintem Erdélyben is probléma volt a szombat. Egy állandó nehézség forrása, és úgy kezdődtek a szombattal kapcsolatos tapasztalataink, hogy édesapám a Helsinki zárókmány értelmében levelet írt a helyi pártbizottságnak, hogy, bocsánat, csak a szemüvegemmel küszködök, a helyi pártbizottságnak, hogy tegyék lehetővé ennek alapján a gyermekei szabad szombatját. Eljutott egészen a Kádár titkárságig, de ennél tovább nem, de végül is helyben tudtuk megoldani ezt. Lényeg a lényeg, hogy annyira kialakult bennem a szombat szentsége iránti mélységes elkötelezettség, hogy felvettek a gimnáziumba, ahova nagyon szerettem volna jelentkezni, méghozzá egész jó eredménnyel, és a gimnáziumban ilyen szinte kitűnő átlagom volt az első negyed évben, de az első negyed év végére olyan hihetetlen mennyiségű hiányzásom alakult ki, gyűlt össze, hogy választás elé állítottak, berendeltek az igazgatói irodába, ott volt az osztályfőnököm, illetve az iskola Tündéri Aranyos Csöpinéri nevű igazgatónője, és elmondták, hogy nem tudják tovább tartani a hátukat, döntenem kell, szombat, vagy tovább tanulás. Képzeljétek el egy 15 éves gyerek helyzetét. Ráadásul volt egy kislány, aki borzasztóan tetszett nekem az osztályban, úgyhogy még ez is benne volt a latban, de annyira fontos volt számomra a szombat, hogy egy órás beszélgetés és tanári igazgatói győzködés ellenére én a szombatot választottam. És hatalmas volt a Jóistennek a segítsége, ugyanis az igazgatónő látva, hogy ez nem egy hóbort, hanem egy komoly elhatározás, egy hitbeli döntés, egy hitbeli állásfoglalás, felajánlotta nekem azt a lehetőséget, hogy levelező tagozaton, rémlik nektek ez? Igen. Levelező tagozaton folytathatom a gimnáziumi tanulmányokat, úgyhogy péntek délután kiszálltam a nappal iskolai padból, és ez a beszélgetés egy pénteki napon volt, hétfő reggel már, hát nem éppen vidám szívvel, de néztem az ablakból, ahogy az iskolatársaim mennek az iskolába. Ezt átélni sem volt könnyű, mert azért az a fiatal közeg, a barátok, az iskolatársak és a leány ott mentek, és nem vehettem részt már ebben a tanulásban. No, de bekerültem a levelezőre, és magam zongorázom, látjátok, hogy most is kísértelek benneteket, és felvetődött a lehetősége annak, hogy ha már nem csinálom tovább a hangszeres tanulást, mert a tanárom szeretett volna, hogy menjek tovább zenei pályára, én a szombat miatt szintén azt mondtam, hogy nem akarok zongoraművész lenni, hanem egész egyszerű átlagos, viszont tanár meg nem akartam lenni, zongoratanár, ezért azt mondtam, hogy ezt fejezzük be, ezt az irányt. De édesapám látta, hogy azért a zene nagyon vonz, és közösen kitaláltuk, hogy akkor legyek hangszerkészítő. Felvételiztem, akkor Kéz Gyula szakmunkás képző intézetnek hívták ezt az intézményt, és már említettem nektek, hogy Isten a reggeli dicséretben nagyon sokat üzent nekem ebben az életben. Zsidókhoz írt levél igéje volt a felvételi reggelén a reggeli dicséret, amely a következőképpen hangzik, mivel megtartottad az én békességes tűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged. Óriási élmény volt a szüleimmel, mikor elolvastuk ezen a reggelen ezt az úri üzenetet, és nagy örömmel, nagy lelkesedéssel indultunk neki,
Tudva egyébként, hogy súlyos probléma van, mert egyébként a szakmunkás képző intézetekben, emlékeztek a lépcsőzetes bevezetésre a Szabadszombatra? Úgy volt, hogy először a gimnáziumokban, nappali, általános iskolában jött a Szabadszombat, aztán jött a gimnáziumokban, végül a szakmunkás képző intézetekben. No, mit van mit tenni? 80 diákból vettek föl 4-et egy szakra. 80-ból 4-et. A Jóisten olyan gondoskodó volt, hogy amikor mentünk a felvételi helye felé, akkor már odaérkeztünk a bejárathoz, amikor észrevettem egy őszes, elegáns úriembert, aki közeledett a kapu felé, és volt egy olyan indítatásom, hogy várd meg és engedd magad elé. Jó napot kívánok, beengedtem az urat, kész. Semmi más elgondolásom nem volt, csak volt egy ilyen indítatásom. Bekerültünk a felvételi bizottság elé, hát gondolhatjátok, egy hatalmas osztályterem zsúfolásig megtelve szülőkkel és fiatal emberekkel. Bekerülök a bizottság elé, és jó Isten mit adott, ott ült ez a férfi is, akit előre engedtem, és kiderült, hogy ő nem a zongora készítő szaknak a felelőse, mert én arra jelentkeztem volna, mivel az volt a saját hangszerem, hanem ő volt az akkor működő Orgona gyárnak, vagy Aquincum Orgona üzemnek a vezetője, Kovács Gábor. És amikor a beszélgetésben kiderült, hogy én a tanárommal már szétszedtem a zongorámat, tehát megjavítottuk a kalapácsokat, hangoltunk, kalapácsbőrözés, meg mindent csináltunk, megkérdezte, hogy akarsz orgona építő lenni? Én meg, mint a megszállott, rávetettem magam. Igaz, annak idején csak a Székely Bertalan utcai Terézvárosi gyülekezet orgonáját láttam, de én attól is rendkívüli módon lelkes voltam. Azóta már tudom, hogy ez egy viszonylag egyszerű hangszer. Én magam is építettem 3-szor, 5-szor akkora hangszereket. Pannonhalmi apátság, Augsburgban egy csodálatos orgona készül, vagy a Bosnyák téri evangélikus teológia orgonája. De hát megszállott lelkesedéssel vetettem magam rá, és 80 közül 4-ben én is benne voltam. Igen ám, de kiderült, hogy ebben a szakmunkás képző intézetben még nem vezetik be a Szabadszombatot, egyetlen tanítási alap sem lesz szabad. Mit volt mit tenni? Visszamondtuk a felvételi jelentkezést. Apám látta, hogy nagyon lelkes voltam, látta rajtam, hogy ez nagyon fájdalmasan érint, és az Úr lelke felbíztatta arra, hogy menjen el Kovács Gáborhoz, akit beengedte, tudjátok, hogy tegye lehetővé, hogy a fia megtanulja a szakmát, ne az iskolapadban, ahol úgysem lehet igazán komoly ismereteket szerezni, hanem a munkapad mellett. Úgyhogy Kovács Gábor fölvett engem Szabadszombattal, akkor, amikor náluk sem volt Szabadszombat, úgyhogy én még igazából a 16. életévemet sem töltöttem be, egy május 11-i napon felvettek a művészi kézműves vállalat munkatársának. Ugrattam is a többieket az iskolában, mert mondtam, hogy én BMS vagyok. Tudjátok a BM micsoda? Belügyminisztérium. De nem, hanem betanított munkás voltam egyébként. Tehát BM vagyok, betanított munkásként dolgoztam, de az olyan komoly erőmenetelt adott, hogy három év alatt annyira bele dolgoztam magam a szakmába, hogy amikor az öreg mester elment nyugdíjba, a segédet meg elvitték katonának, akkor 18 éves legényként én irányítottam a sípkészítő műhely 15 ember munkáját. És valóban hatalmas, gyönyörű orgonákban készítettük a hatalmas, gyönyörű sípokat, amiket látok az orgonákban. Úgyhogy óriási élmény volt, és közben a Jóisten áldása megjelent abból a szempontból, hogy lehetővé van az, hogy ha valakinek van érettségie, akkor jelentkezhessen a Kéz Gyula Szakmunkás Képzőintézetben magántanulóként szakmai vizsgára. Úgyhogy képzeljétek el, én voltam a műhelyvezető, és azokat a srácokat, akikkel együtt én jelentkeztem, én vizsgáztattam le például sípkészítésből, miközben én magam is vizsgáztam, és a Jóisten megadta azt az áldást, hogy egyszerre érettségiztem és egyszerre szakmunkás vizsgát tettem egy évben. Ha ez az egész dolog nincsen, emlékeztek, hogy akkor nem mondom azt, hogy a szombat, akkor csak érettségim van. Nincs egy fantasztikus szakmai végzettségem, amit azóta is lelkesen szeretek. Mindig azt mondom, hogyha bárkit megkérdeztek, hogyha Isten országában szakmát lehet választani, akkor én mi szeretnék lenni? Orgonaépítő. Úgyhogy a Jóisten megadta ezt a hatalmas kincset, és
úgy alakult az életem, hogy két érettségi, két végzettségem lett egy helyett, és a Jóisten nagyon gazdagon megáldott egy csodálatos szakmával. Na hát ennyi a gyerekkoromból. Most a másik tapasztalatom az már az első feleségem halálával és a második feleségemmel való megismerkedésünkkel kapcsolatos. Olyan Istennel szerzett tapasztalat ez, ami olyan, mint amiket a szombatiskolán felolvasnak nektek délelőttönként. Nekem olyan érzésem van ezzel kapcsolatban. Nagyon súlyos nehézségek értek bennünket a hitközség részéről. Aki nem tudná, én a Kerakunak a tagja voltam sokáig, tanácsadóbizottsági tag is voltam a végén, egészen addig, ameddig a feleségemről ki nem derült, hogy súlyos beteg, rákos beteg lett a feleségem, akkor kértem a felmentésemet, és nagyon sok küzdelem után sajnos az Úr elvette. De nagyon komoly tapasztalat volt a halálával kapcsolatban az, hogy a súlyos lelki nehézségek után én nagyon sokat könyörögtem, hogy ő találja meg újra a kapcsolatot az Úrral. És hadd bátorítsalak benneteket arra, amit ő is csinált, és ami visszavezette őt igazán Istenhez, nagyon vágyott vissza a hetednapi adventista egyházba. Mindig azt mondta, hogy nem vagyunk adventisták. És annyira vágyott közétek, annyira nagy volt benne a lelkesedés iránta, hogy elkezdte olvasgatni a Biblia olvasó kalauzt. Van-e szerencsétek valakinek olvasni ezt a sorozatot? Nem olvassátok? Fantasztikus! Ezt a Dunamelléki Egyház terület csinálja ezt az oldal. Napi olvasási dolog. Ismerjük, csak mi másképp. Hadd tanácsoljalak beleteket, miről szól az egész, elindul a sátáni rázadástól, ami a mennyben van, egymás felé teszi az adott igeszakaszt, és hozzá Ellen Goldwhite-nak a fantasztikus könyveiből az idézeteket. Zseniális, ha jól van, meg van csinálva. És a feleségem a haláláig eljutott egészen Máté evangéliumáig, sajnos tovább már nem tudta befejezni, úgyhogy most a második feleségemmel követjük az útját. Ami nagy tapasztalat volt a halálában, hogy ahhoz képest, hogy rákbeteg volt, kataflám volt a legsúlyosabb gyógyszer, fájdalomcsillapító, amit szednünk kell. Ugye érzékelitek, hogy ez gyakorlatilag egy rákbeteghez képest semmi. Tehát kataflám volt. A másik nagy kegyelem volt az Úr részéről, hogy 3 héttel a halála előtt egy olyan víziója, látomása volt, mintha egy szállodában lennénk, és kérte, hogy hozzam a bőröndöket, közben ott feküdtünk fent a hálószobában. És ekkor megértettem, hogy nagyon súlyos a helyzet, és közeleg az a pont, amit nem szeretne az ember. És a fiaimat, akik akkor Angliában éltek, most is ott vannak, azonnal fölhívtam és szóltam nekik, hogy ha édesanyátokat élve látni akarjátok, akkor most gyertek haza. És én isteni kegyelemként ívelem meg, hogy a gyermekeim hazajöhettek, és csodálatos másfél hetet töltöttek az édesanyjukkal, addig a pontig, ameddig ő ezt el tudta hordozni. Mert az utolsó fél hét annyira nehéz volt már számára, hogy a vendégeket sem, testvéreket sem tudta már annyira elfárasztotta viselni. És az utolsó kegyelem pedig az, hogy foghattam a kezét egészen az utolsó szívdobbanásáig. Jelenések könyvek 21. 22. fejezetét olvastam föl részére, akkor, hogy az agóniának ezt a nagyon nehéz, fulladásos állapotát el tudja viselni, adtak egy kis morfiumot, mert a nyirokrendszer annyira eltelt daganatos betegséggel, hogy teljesen feltelt a szervezet, és gyakorlatilag a normál vérkeringést folytotta meg. Én sose láttam még embert meghalni előtte, úgyhogy tiszta szürke volt már az összes ujja, de én ezt nem tudtam, hogy a halál közeledte. Semmit nem tudtam erről. De ott ülhettem mellette, és utolsó szívdobanásig elkísérhettem, úgyhogy ezt is Isten kegyelmeként fogadom. Hát ez történt az első feleségemmel. Mindig mondom, és ezt vallom is, és komolyan gondolom, hogyha 30 évvel azelőtt Isten nekem megmondja a házasságkötésünkkor, hogy ez fog történni, akkor is elveszem, mert annyira szép volt. Nagyon hálás vagyok az Istennek érte, hogy ezt a 30 évet vele tölthettem. De ott álltam egy 50 éves emberként,
úgy, hogy én 17 éves korom óta sohasem voltam egyedül, akkor kezdtem neki udvarolni. És 33 évet töltöttem el vele, úgyhogy sosem voltam egyedül az élet felnőtt életemben. És olyan borzalmas űr tátongott a lelkemben, mondtam is a fiaimnak, akik hazajöttek a temetésre, elmentek, gondoljátok meg, egy pénteken, szerdán meghalt az anyukájuk, és a következő hét elején megint jöhettek, hogy a temetésen részt vegyenek. És elmondtam a fiaimnak, hogy olyan borzalmas űr tátong a lelkemben, hogy én úgy érzem, hogy nem akarom és nem is tudom egyedül tovább csinálni az életet. Szabó Attila testvért ismeritek-e? Nem. Győrben volt eredetileg, de most Balatonfüreden tölt be lelkészi szolgálatot. Ő nagyon sokat bátorított engem, mert ő hasonló dolgot élt át, csak ott válás volt a felesége, érezte úgy, hogy Jézus Krisztussal megcsalja ő. És ezért elhagyta. És Attila is Istentől kapta a feleségét, a Zsuzsa testvérünket, és én rendkívüli módon kértem az Urat, hogy valami módon tegyen értem, segítsen rajtam. És Attilával beszélgettünk, és ő azt javasolt, hogy menjek el, ismerkedjek, járjam az országot, rengeteg gyülekezetünk van, és én meg is tettem, tudjátok, nagyon szeretek énekelni. Akik voltatok most a zenei tábor koncertjén itt Gödöllőn, volt szerencséje valakinek hallgatni? Akkor hallottátok? Tehát ott énekeltem én is fönt a tenorban, nagyon-nagyon szeretem az éneklést, Isten dicsőítést, és elhatároztam, hogy elmegyek az összes létező énekkari találkozóra, ami van. Hát bőséggel rendelkezésre áll, de hát rá kellett jönnem, hogy én eléggé öreg mókus vagyok, 53 éves, nem is vagyok egy férfi szépség ezzel a viszonylag nagy testemmel. A hölgyekre meg, akik egyedülállók, nincs rá írva, hogy elvált, özvegy, vagy mit tudom én, tehát egy borzasztó nehéz helyzet. És aztán, ahogy nézegettem, és mi is írtam a saját lehetőségemet, a saját esélyeimet, azt mondtam, hogy ez esélytelen. És május 26-án, reggel, pénteken reggel azt mondtam az Úrnak az imádságomban, hogy én elveszem a kormányról a kezemet. Ismeritek ezt az érzést? Mikor teljesen tehetetlennek látjátok magatokat egy helyzetben, és megmondtam az Úrnak, Uram, ha úgy döntesz, hogy én életem végéig egyedül maradjak, tisztelettel elfogadom, ha mégis az a terved velem, hogy megajándékozol egy szerető társal, akkor nagyon-nagyon meg fogom köszönni. És érdekes volt, hogy már korábban kaptam egy meghívást egy esküvőre, május 27-ére, adventista esküvőre, szombatra. És bevallom őszintén, hogy én mérhetetlenül ki voltam akadva rajta, hogy lehet egy adventista esküvő szombaton. Szerintetek? Na, nagyon furcsa volt nekem, de elfogadtam a meghívást, mert egy kedves gyermekkori barátom nősült meg, illetve inkább úgy mondom nektek, hogy fiatal koromban ő gyerek volt, és annyira megszeretett engem gyerekként, hogy ilyen mély szibéri barátjára tekintett. És ráadásul a Juhász Zsuzsa testvérünkkel, aki most is ott volt az elei táboron, kiváló karvezető, egy csodálatos francia szerzőtől számoló latin darabot énekeltünk, és amikor énekeltünk, olyan volt, mintha mennyei kórus lett volna. De nem is ez a lényeg, mint jó adventista, akkor ha már Pesten vagyok szombaton, egy budapesti gyülekezetben töltöm az aznapi szombatot, és így a Terézvárosi gyülekezetet választottam, ahol a gyermekségemet töltöttem. Akkor volt Debrecenben egy ilyen nagy konferencia, talán emlékeztek két évvel ezelőtt, és megint berzenkedett Csokkási Pali, és morgolódott, hogy az összes valamire való igehirdető mind Debrecenben van, és egy olyan igehirdetőt kell hallgatnom, akit még soha nem hallottam, egy neve nincs. Igen hirdetőt, de a testvér valami hihetetlen igen hirdetést tartott. Tudjátok, nagyon szeretem a csillagászatot, és pont a fénynek a természetéről szólt az egész igen hirdetés. Hallgassátok meg, hogy szólt az Úr igéje Csokkási Pálhoz május 27-én 2016-ban. Ésaiás könyve 60. fejezetét, hogyha megkeresitek. Rémlik nektek a 60. fejezet, hogy kezdődik? Kelj fel, világosodjál! És én azt hittem, mikor bemondta, hogy ezt az igét fogja használni, de ő nem ezt tette, hanem egy csillagászattal foglalkozó embernek a következőt mondta az Úr igéje. Ésaiás 60:19-20. Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked,
hanem az Úr lesz néked örök világosságot, és Istened lesz ékességed. Napod nem megy többé alá, és holdat sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságot, és gyászod napjainak vége szakad. Édesanyám ott volt velem azon a szombat délelőttön, és egymásra néztünk, és mind a ketten tudtuk, hogy az Úr igéje ott azon a helyen nekem szólt kifejezetten. Azt mondta az ige, gyászod napjainak vége szakad. Nem azt mondta az ige, hogy majd megszokjátok. Ugye ti is talán, aki pszichológiával, vagy valaki itt foglalkozik, nem tudom biztosan, mert nem ismerek benneteket, de elmondták nekem lelkészek, pszichológusok, hogy ezt majd szépen meg kell szokni, majd begyógyul, stb. Nem. Az Úr igéje mit mondott? Gyászod napjainak vége szakad, mintha elvágták volna. És másnap reggel már nem azt mondtam, hogy Uram, kérlek, tegyél értem valamit, hanem megköszöntem Istennek, Uram, köszönöm, hogy tenni fogsz értem valamit. Ez volt az érdekes. Emlékeztek, felolvastuk Zsidók 11.1-et, a nem létező dolgokról való, a nem látott dolgokról való meggyőződés, a remélet dolgok valósága. Szó szerint azt mondtam anyámnak, hogy ezek szerint már szuszog valahol az az asszony, így fogalmaztam, valahol szuszog az az asszony, levegőt vesz, akit az Úr nekem szán. De volt egy másik érdekes. Azt mondja, hogy az Úr lesz néked örök világosságot. Ismeritek azt a fordulatot, ilyen keresztény fordulatot, hogy az örök világosság fényeskedik neki? Kinek fényeskedik az örök világosság? Aki meghalt. És úgy éreztem, hogy ebben az igében még akár ez is benne lehet, hogy az Úr utána küld az elhunyt feleségemnek. És azt mondtam Istennek másnap reggel imádságban, hogy Uram, ha nekem tényleg az lesz a jó, és a családomnak is ez lesz a legalkalmasabb, ha úgy döntesz, ezzel a szóval mondtam, oké. Legyen. Annyira bele tudtam magam tenni az Úr kezébe, hogy azt mondtam Istennek, hogy legyen. Igazából, ha belegondolok, az első feleségem annyira szépen és békességesen ment el. Nyilván voltak kemény időszakok, mert amikor nagyon rossz volt, akkor ilyeneket kért, hogy üsse magyar szívlapáttal. Ne tudjátok meg, milyen érzés, mikor az embernek a szerelmétől ilyet kell hallani, és mondtam neki, hogy drágám, nem tehetem. Rettenetes volt. Mindazonáltal annyira szép volt a halála, és annyira nem volt félelmetes, hogy úgy éreztem, hogy ez nem probléma. Tudtam mondani az Úrnak, hogy ha úgy gondolod, rendben. Mi történt? A következő kórus találkozó Orosházán volt. Rémlik nektek, hogy az hol van? Tudjátok, hogy én hol lakom? Győrben. Képzeljétek el, Győr, pardon, ha térképet nézzük, nekem Győr, Orosháza. Az ország ellentétes vége. Mondtam anyáméknak, hogy Orosházára megyek. Anyám még fogták a fejüket, hogy ennek a gyereknek meg mi az ördögnek kell mennie Orosházára. Ott volt kórus találkozó. Mit találtam ki? A kicsi gyerekeim már nem voltak velünk békésen, amikor én békésen voltam lelkészi szolgálatban, és beütött a fejembe, hogy ha már ott járok a környéken, akkor elviszem magammal a legkisebb gyermekemet, aki most 19 éves lesz októberben, akkor 16 volt egy kicsivel. Megmutatom, hogy hol éltünk az édesanyjával, meg a testvéreivel. És a mostani békési bégyülekezet volt ez a hely, voltatok már talán ott. Békési bégyülekezet, és kértünk a testvérektől szállást, és onnan mentünk át aztán másnap Orosházára. Hát Orosházán megint csak nézelődtem, megint nem volt ráig az asszonyok hátára, tudjátok, hogy elvált, özvegy, stb. És találkoztam ott nagyon kedves testvérekkel, tényleg eldobtam valakinek a zakóját, elvittem egy zakót, képzeljétek el, haza Győrbe, és aztán jött a levél, hogy egyébként a zakót keresnek. Á, nincs. Aztán kiderült, amikor megpróbáltam felvenni, hogy körülbelül eddig ért nekem, mert a kis Csaba testvérünknek a zakója volt, aki most a sógorom. Úgyhogy Orosházán nem történt semmi, de békésen, még vasárnap délelőtt, a kórus találkozó másnapján
meglátogattuk azokat a testvéreket, akikkel mély lelki barátságunk szövődött akkor, amikor a szolgálati helyünk ott volt. Így meglátogattam Kisjutka testvérnőt, Pápai Mátyás testvéreket, ha valakinek ez rémlik. Matyiékat, az öreg Matyiékat. Igen, az öreg Matyiékat. És a Sós István testvéreket, hogyha így mond nektek valamit. És hát ők úgy szerettek bennünket, a Panni meg az István, mintha a saját gyerekük lettünk volna. És hát beszélgettünk a régi szép időkről, ezek 30 éves történések. Nyilván vannak, akiknek a 30 év nem olyan sok, de azért nekem még elég sok. És elmondták, hogy 3 lányuk van, a legkisebb, nagyon szép, békés családban él, az ő vejük az a hosszú ember, akinek az akóját elvittem. A gyülekezeti vén a testvérünk, a második lányuk megözvegyült, de már párt talált, és a harmadik lányuk pedig 11 éve él otthon, egyszer egyedül elvált asszonyként. És igazából ennyi volt az egész beszélgetés. De hát együtt toltuk ezekkel a lányokkal a babakocsit, és ha valakinek rémlik, mi az a messenger, rémlik? Akkor írtam a lányoknak, a kettőnek, az egyiknek, akik otthon volt, elváltasszonyként, meg a megözvegyültnek, nagyjából a következő szöveget, hogy engem hatalmas veszteségért, de minden jót és rosszat az Isten kezéből veszek. És az a meggyőződésem, és ezt tapasztaltam is, hogyha Isten iránti viszont szeretetből az ő törvényeiben és tanácsaiban járunk, akkor az életünket valami fantasztikus módon irányítja és rendezi a fejünk felett. És ezt mondtam mind annak függvényében, hogy éppen a győri fiatalokkal olvastuk az Isten küldött egy embert című könyvet. Ha belegondoltok, József tett valamit azért, hogy megváltozzon az élete ott rabszolgasságában? Tehetett volna-e valamit? Például Potifárné kedvességét, igaz? És akkor az majd kieszközölte volna, hogy elengedjék. Megpróbálhatott volna megszökni a rabszolgatartóktól? Van a könyvben egy fantasztikus leírás. Azért javaslom, hogy olvassátok el. A következőt írja a testvérünk, hogy látott egyszer egy filmet. A filmben József meg akar szökni a karavántól. Már majdnem sikerül neki, de egy sárga kutya megugatja és így észreveszi. Igen ám, de a filmben egy férfi, aki visszakerül ebbe a korba, agyonüti ezt a kutyát, hogy ne tudjon jelezni. És így József megszabadul. És jön egy angyal, aki visszajátsza neki a történéseket, és lejátsza, hogy mi történik akkor, hogyha József megszökik. Na testvéreim, mi következett volna ebből? Visszakerült volna a családjához. József visszakerül a családjához. Jön az éhínség. Van valaki, aki utat készít nekik Egyiptomba? Nincs. Nem költöznek Egyiptomba, nem lesznek nagyjéppé, nem vonulnak ki, nem foglalják el Kánaán, nem lesznek hatalmas nemzetté, nem kerülnek vissza a babiloni fogságból. Mária és József nem lakik sem Názaretben, sem Betlehemben, és Krisztus azon módon nem születik meg, ahogy az ige megjelenül. Ezt így leírja a testvérünk. És mindez azért, mert egy név nélküli héber rabszolga megszökött egy karavántól. Miközben aztán a másik, mit tehetett volna még József Potifárné dolgán kívül, hogy maga irányítsa az életét? Gondolkodtatok-e már például azon, hogy amikor Izraelnek ez a gyermeke felkerül Egyiptom posztjára, mekkora hatalmat kapott? Második ember volt, és a fáraó mond egy fantasztikus dolgot. Tudtod nélkül senki fel se emelhesse kezét vagy lábát Egyiptom földjén. Így volt? Igen. Lett volna-e lehetősége, hogy meglátogassa az édesapját? De még nem hiszem. Miért nem tette meg? Gondolkodtatok rajta? Pontosan. Megtanulta megvárni, amíg Isten megmondja, mi a következő lépés. Ha ő elmegy, bekövetkeznek azok a csodálatos dolgok, amik megtörténtek? Miért volt szükség arra, hogy József ne menjen el? Tessék? Hogy a testvérek üljenek, és mi változzon meg? Tessék? Igen. Így van, és a testvérekben pedig emlékeztek, mit váltott ki az, amikor börtönbe kerülnek.
marcangolták, emlékeztek, egymást kávoztatták, hogy láttuk az ő lelki szorongását, amikor nekünk könyörgött és nem tettük meg. Tehát József érzékelte ezt a hatalmas változást, illetve valószínűleg ezek az események óriási változást munkáltak bennük. Mekkora változás történt a testvérekben, mikor már Benyámin is, Benyámin is velük van, emlékeztek? Tehát óriási. Úgyhogy én azt mondtam a lányoknak, ezek alapján, a dolgok alapján, amiket így az Isten küldött egy ember című könyvből megértettem, hogy Isten, ha mi nem kapálózunk, és nyugodtan elengedjük a kormányt, ahogy abban a májusi imádságban mondtam, akkor az Úr rendezi a fejünk felett az életünk eseményét. Úgyhogy írtam mind a két lánynak, de teljesen csak egy ilyen hitbeli bizonyságtevés akart lenni, mert annak idején ezzel a két lányjal együtt toltuk a babakocsit. Tolta az én már elhunyt feleségem, meg ők a babakocsit. Az Anikónak az első gyereke 33 éves, az én fiam 32, az övé 31, az enyém 30, az övé 29. Tehát így toltuk együtt a babakocsikat. És az egyik lány írt valami olyan semmiért, hogy őszinte részvétem, de a másik lány, az Anikó, írt egy olyat, hogy fel se tudja fogni, hogy ez mekkora veszteség, de hogy ő is megtapasztalta, hogy ha Isten kezét nem engedjük el, csak akkor maradhatunk életben, mert ő olyan súlyos megpróbáltatásokat szenvedett el az életben. És olyan szép Istenben elrejtett, Istenben való bizalomról tanúskodó sorokat írt, hogy úgy szíven ütött. Komolyan mondom, Ellen White-i magasságokban szóló mondatok voltak, és a végére odaírta, bocsáss meg, hogy nem tudtam olyan érthetően fogalmazni. Pedig egy csodálatos bizonyságtevés volt arról, hogy mit élt át. És úgy éreztem, hogy ez az, amit keresek. És elkezdtünk Messengeren írogatni, és aztán ilyen olyan hosszúvá váltak a Messenger üzenetek, hogy már görcsölt az ujjunk, és akkor átváltottunk telefonbeszélgetésre, és napi 5-6 órát beszélgettünk vele. De nem láttuk egymást 30 évvel ezelőtt csak. Aztán olyanek lettek, hogy együtt olvastuk a szombatiskolát, együtt olvastuk a reggeli dicséretet. Én akkor Győrből Tatabányára jártam dolgozni. Úgy jött össze a 6 óra, hogy 1 óra odaút, 1 óra visszaút, kerékpározni jártam reggelente, meg a reggeli olvasás, meg az esti olvasás, 6 óra beszélgetés. Beszoktatok beszélgetni ennyit a pálatokkal? Egy nap. Szerintem elég bőséges beszélgetés volt. És a Jóisten valahogy olyan furfangosan találta ki a dolgot, hogy egy vállalati konferenciára kellett mennem Győrből Debrecenben. Soha nem volt még a keleti ország részben konferencia, ekkor furcsa mód lett, és aznap volt a nagyon-nagyon szép 3-3-as meccsünk a portugálokkal. Rémlik nektek, férfi? Igen. Rémlik nektek, ugye? Na, ott hagytam a meccset. A vállalati vezetésben konferenciával vettem részt, és a nagy erdei víztoronynak a VIP teraszán vetítették nekünk a meccset. Szemszájnak, amit gondolsz, étel, ital, minden, de én fogtam, ott hagytam, hogy az Anikóval beszélgethessek, és másnap hajnal fél egyik fűztem a fejét, hogy hadd menjek el meglátogatni. De annyira rettegett, hogy találkozzon velem, mert az előző férje elmondta, hogy ő buta, ő csúnya, ő visszataszító. Ahogy földbe lehet döngölni egy embert, ő ezt megtette. És szegényem annyira meg volt ijedve, hogy én meglátom őt, hogy órák hosszát való győzködésbe került, mire megengedte, hogy meglátogassam, de nem otthon, hanem Békés Csabán. És hát nagyon szép volt, mert olyan volt, mintha mindig ismertük volna egymást, képzeljétek el 3-7-6 órányi beszélgetésen. Tehát ez hihetetlen volt. Olyan volt, mintha mindig ismertük volna egymást, kéz a kézben végig sétáltunk Békés Csabán, igazán szép napot töltöttünk együtt, és aztán a Jóisten arra gondoskodott, hogy soha az előtt és soha az után 2-3 naponta kellett Budapestre járnom értekezletekre, ő meg a fiáiknál örködött a gyerekekre, akik Maglódon laktak, úgyhogy gyakorlatilag ilyen heti 2-3-szor tudtunk egymással találkozni. Elmélyült a kapcsolatunk, és megértettük, hogy ez Istentől való dolog. Olyan szintig, hogy az ő kedvenc könyve is szerintetek melyik? Isten küldött egy embert. És a kedvenc Biblia verse pedig Róma 8:28, hogy akik Istent szeretik, minden jóra van. Úgyhogy elhatároztuk, hogy összekötjük az életünket, de hát Anikó egy nagyon
tapintatos, türelmes ember, és azt mondta, hogy a feleségem, az első feleségem halálához képest egy évig semmit. Az egy éves gyászélet várjuk ki. Hát én húztam egy kicsit a fogamat meg a hátamat, de hát mondtam neki, hogy ha így gondolja, akkor legyen így. Édesapám viszont, hát 50 éves lelkészi tapasztalattal azt mondta nekem, hogy fiam, hogy ha már eddig az Úr kezébe tetted az életedet, akkor tedd meg, hogy ez ezután is így legyen. Ne határozzatok el időpontot, főleg ne ilyen távoli, mert az ő tapasztalata az, hogy ha egy gyümölcs megérik a fán, és ő ezt egy megérett gyümölcsnek látja, akkor azt nem szabad leszakítatlanul hagyni, mert az ott megy tönkre. Kért, hogy Isten kezébe tegyük ezt a helyzetet. És tőle függetlenül édesanyám is megkeresett, és elmondta, hogy szerinte ez az egyéves gyászél, ez egy nagyon hosszú időszak, szerinte egy kicsit idejét múlt, képzeljétek egy 77-78 éves asszony. Tehát azt mondom, hogy kellő életbölcsességet gyűjtött már anyám, meg hát általában ők szoktak engem visszafogni, mert én meg túl lelkes tudok lenni. Olyannyira például, hogy az első házasságomat, mondtam nektek, hogy 17 évesen kezdtem udvarolni a feleségemnek. Hát én elvettem volna már 18 évesen. Apám megmondta, hogy fiam, 20 éves korodig nem nősülhetsz meg. És csak azért lettem 20 éves és 2 hetesen nős, mert a lelkész, akit megkértünk, az nem értem 20 éves és 1 hetesen. De ez komoly, ez tényleg így van. A lényeg az, hogy ehhez képest a szüleim most nem hogy késleltettek volna, hanem azt mondták, hogy fiam, ne halogassátok a ti korotokban, 50 év felett már minden perc számít, úgyhogy ők azt javasolják, hogy ezt ne tegyük. És úgy helyi Manónak láttuk mind a ketten, Anikó is, én is anyámnak ezt a gondolatát, főleg úgy, hogy nagyon kedvesek voltunk egymás szívének, és azt kértük az Urat, hogy Urunk, hogyha úgy gondolod, hogy ez így van, akkor adj nekünk tanácsot, de valami egyértelmű. Nem másnap, nem 2 nap múlva, nem 1 hét múlva, nem előző nap, a következő volt a reggeli dicséret. Példabeszédek könyve 13. fejezet 12. vers. Így olvasom Isten igéjét, és most már nem csak nekem Csókási Pálnak szólt az ige, mint emlékeztek május 27-én, hanem Csókási Pálnak és Sós Anikónak. Megpróbálom meghatottság nélkül elolvasni. Példa 13-12. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet. De a megadatott kívánság életnek fája. Nem máskor, másnap reggel a reggeli dicséretben ez szólt hozzánk. És Anikóval elhatároztuk, hogy amíg össze nem házasodunk, semmilyen illetlen viszony közöttünk nem lesz. És erre vonatkozóan pedig a következő ige, úgy indításom volt, hogy olvassam el a következő kijelentést is. Az ige megutálója megrontatik, aki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi. Ez volt az isteni üzenet másnap reggel. Egy zsebkendőt szabadna nekérne valakitől? Köszönöm. Úgyhogy valami hihetetlen, köszönöm, nagyon kedves vagy. Megvan, köszönöm szépen. Most egy kicsit hátat fordítok, nem akarok tapintatlan lenni veletek, bocsánat. Úgyhogy elhatároztuk, hogy összeházasodunk, és a házasságunk időpontját október 2-ára fűztük ki, és felhívtunk két testvért, az egyik Szabó Attila testvér volt, akit már említettem, aki sokat bátorított engem, aki most Balatonnál tevékenykedik, illetve Hegyes Horváth Géza testvér volt a másik, gondolom őt ismeritek, hogy kicsoda. Ő volt akkor a békési lelkész, amikor Anikónak, a mostani feleségemnek az első válási procedúrája zajlott, és ő védelmezte a volt férjével szemben. És felhívjuk Szabó Attilát, neki nem volt alkalmas egy külföldi tanulmányuk miatt, úgyhogy át kellett rakjuk október 9-re, de ahogy mikor jött az érdekesség, Hegyes Horváth Géza testvért fölhívjuk, és megkérdezem, hogy Géza testvér megengeded-e, hogy Sós Anikót kapcsoljon? Azt mondja, persze, hogy nem. És mondom neki, hogy Géza testvér, Anikóval úgy határoztunk, hogy szeretnénk összekötni a életünket, egybekelni, az a kérésünk, hogy adj össze bennünket. És úgy higgyétek el, hogy a volán mellett ülve a Géza összecsapta a kezét vezetés közben, és azt mondta, hogy ő neki még életében ilyen ima meghallgatása nem volt. Előző este, nem máskor, előző este
Nézegette a Facebookon a hihetetlen mennyiségű ismerősét, képzeljétek egy területi elnöknek mennyi ilyen lehet, és konkrétan az Anikónál akadt meg a tekintete, letérdelt, és azt kérte az úrtól, hogy adjon ennek az asszonynak egy kedves szerető társat, akinek az oldalán végre boldog lehet. És 24 órán belül felhívjuk, hogy adj össze minket. Úgyhogy ezek hatására még inkább megerősödtünk, hogy ez az Istentől való dolog, és bejelentkeztünk a polgári esküvőnkre, és az esküvőnk időpontját a polgári hatóság egyetlen időpontot tudott adni, az a területileg illetékes hivatal, ez szeptember 23 volt. Miért érdekes ez? Az első feleségem halálának időpontja március 23. Anyám azt mondta, hogy fél évet várjuk. És az az óriási dolog ebben, hogy ezt a történetet, amit most hallottatok, ha én 100 vagy 150 embernek nem meséltem el, akkor egynek sem. És mindenkinek bizonyságot tudtam tenni, hogy ha elengeded a kormányt, és Isten kezébe mered tenni, akkor ő úgy irányítja az életedet, hogy csak leesik az állat. Ha ezt a történetet én máshol olvasom, az egy gyönyörű szombatiskola végén olvasható mozambiki, vagy mint a ma reggeli szombatiskola, egy japán történet. De nem, ez Magyarországon történt, 2016-ban, velem, meg az Anikóval. És az esküvőnkön, amikor Békés Csabán házasodtunk össze, az esküvőnkön a két testvér ott ült, akkor abban egyeztünk, hogy ezt így, ahogy most ti hallottátok, elmondom a gyülekezetnek. Úgyhogy amikor Szabó Attila testvér fölkelt igészére, miatt most még mit mondjon ezután, vagy mit lehet ezután az igéből szólni, de nagyon szép igényületést tartott, mert azt tanácsolta nekünk, hogy a házunk legyen vendégház az emberek számára. Úgyhogy ennek úgy igyekszünk megfelelni Anikóval, hogy a testvéreinket meghívjuk magunkhoz minden szombaton más testvér, és óriási dolog, hogy olyan embereket, akiket addig egyáltalán nem ismertünk, hihetetlen módon összekapcsolódtunk velük, úgyhogy az Úr áldása van ezen is. És Anikó elmondta, meg hát én elmondtam a másznépnek, hogy Anikó annyira fájdalmas dolgokat élt át az első házasságában, hogy azt mondta, hogy ő nagyon komolyan le fogja káderezni azt a férfit, aki neki valaha udvarolni fog. És mivel a Sós Pistájékkal, apámék nagyon régi lelki barátságban voltak, engem meg a fiúként szerettek, és hát tudták, hogy milyen vagyok, semmilyen kádelezésre nem volt szükség, se nekem, se nekik. Rengeteg dolog azonos bennünk. Gondoljatok meg egy asszony, aki 11 évig él otthon, egyedül. Mennyi ribolyája, meg egyéb dolga alakulhatott volna ki. Az Anikónak nincs ilyen. Olyan, mintha mindig a feleségem lett volna. Fantasztikus. És azt mondhatom nektek, hogy az az élet, amit vele élünk, azért nagyon szép, mert Istentől kaptuk egymást. Ő például elmondta nekem, hogy a fiai, három felnőtt fia van, azt mondták, hogy anya, ne gondold már, meg a barátnál is ezzel macerálták, hogy ne gondold, hogy a fotelben ülve majd jön a fehér lovon dőlő herceg. Hogy majd egyszer csak becsönget valaki, és azt mondja, hogy Anikó, legyél a feleségem. De azt mondta, hogy nem. Ha az Úr adni akar, majd adni fog. Az egész békési női imaóra kör évek óta imádkozott érte. Ő meg azt mondta magának, hogy 50 éves koromig adott magamnak esélyt, aztán utána vége. 51 évesek múltunk, mikor összeházasodtunk. Úgyhogy testvéreim, azt mondom nektek, hogy az, amit olvastunk az igéből, hogy a hit, a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, az valóságos most a 21. században is. Ha meg tudjátok tenni, hogy elengeditek a kormányt, ennél biztosabb kezekbe nem kerülhet, mint mikor Isten fogja meg azt. Úgyhogy erre hadd bátorítsalak benneteket. Köszönöm, hogy megtiszteltetek, hogy meghallgattátok ezt a történetet. Ez mind így történt. Mi is néha csodálkozva állunk e fölött, az egész fölött, egy csodálatos szép élet az, amit az Úrtól kaptunk, és kívánom nektek is, hogy nem ilyen fájdalmas úton, mint ahogy én, de
ti is megtaláljátok az örömet és a boldogságot. Amit tudok talán tanácsolni nektek, akik még tudjátok tartani a páratokat, hogy nagyon törekedjetek arra, hogy értékes időt töltötök együtt. Sose fukarkodjatok az öleléssel. Nekünk férfiaknak ez különösen nehezen megy. Az első feleségem, mikor haldoklott, én nem tudtam, hogy ez zajlik, olyan indítatásom volt, hogy menjek oda mellé az ágyba és öleljem meg. De nem mertem megtenni, nehogy felébresszem. Nem volt módom megismételni. Akkor öleld meg, amikor még itt van, és élvezi, és érzi. Ne fukarkodj elmondani, mennyire szereted, mert az élet rendkívül rövid is tud lenni. Úgyhogy ezt egy olyan ember szemével és szívével mondom nektek, aki ezt mind átérte, úgyhogy hadd bátorítsalak ezekre benneteket, és adja meg az Úr, hogy a hit, a remélet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés legyen nektek is, az ő kegyelme által. Amen.